Magyarország ungvári főkonzulátusa folytatja kulturális diplomáciai tevékenységét, melynek célja bemutatkozási lehetőség biztosítása a kárpátaljai képzőművészek számára. Nem véletlenül hívtam fel a figyelmet arra, hogy Magyarország ungvári főkonzulátusa rendkívül fontos dolgot tesz, mert nagyon kevés olyan platform van, többek között Ungváron is, ahol a kultúráról, annak humanitárius küldetéséről beszélhetünk. Mert ma sajnos sok minden az embertelenségről szól. A háború, a gyűlölet, az irigység. És minimálisak azok a dolgok, témák, amiről beszélgetni tudunk. Azért kell az ilyen pillanatokat megbecsülni, mert az emberség és a kapcsolatteremtés elemei. Dicséretes dolog, hogy a főkonzulátus ilyen kiemelt figyelmet fordít a kultúrára. Mert korábban évekig a gazdaság volt a középpontban. Marx paradigmája valósult meg, aki azt mondta, először a gazdaság, és csak azután fejlesztjük a kultúrát. Ezért én azt mondom, a kultúra alapja az emberség, ami a későbbiekben a társadalom alapját képezi, és csak egy emberséges társadalom tud gazdaságot építeni. A Kopriva Attila munkácsi festőművész, művészettörténész, a Kárpátaljai Művészeti Akadémia docense festményeit bemutató tárlat rendkívüli, eltér az eddig látottaktól. A művész alkotásaival az orosz-ukrán háború borzalmaira reflektál. A kiállítás elnevezése, a sötétség beáradása a fénybe, magáért beszél. A mai kiállítás, ami nagyon boros színekben van megmutatva, tehát elő van véve a múlt, a jelen, és nagy részben elő van láthatóan érzékelve, tudatalattiasan is, de a jövő is. Tehát boros a mai nap, boros, nagyon boros a holnapi nap is. Tehát át kell élni minden embernek ezt a folyamatot. És ő, mint festő, színekkel, formákkal reagál erre. Igen, oltalta arra, hogy a fénybe beragadt a sötétség, vagy beleáradt a sötétség a fénybe. Ő a saját világával, festői világával mutatja ezt meg. Ami szerintem nagyon, nagyon ütős, tehát olyan, hogy nem hagyja az embert érintetlenül, ami nagyon fontos ebben az időszakban. Attila Tiberjevic je moim vykladačem, moim diplomným kerivnikom. Kopriva Attila a tanárom és a diplomamunkám kurátora volt az akadémián. A most bemutatott munkái egyedülállóak, nagyon érdekes stílust képviselnek. Kopriva Attila ma úgymond debütál, egy új arcát mutatja meg. Alkotásai nagyon eltérnek a korábbiakban látottaktól. Nagyon tetszik, hogy fejlődik, egy új, absztrakt világba kalauzol el. Szinte meg sem tudom határozni, hogy milyen régóta ismerjük egymást Attilával. Ő a művészetben egy provokátor. Mindig keres valamit. Erről tanúskodnak a mai alkotásai is. Szoktam mondani, hogy Attila, ez nem te vagy. Az adott körülmények okozta változás, a jelenhez való igazodás egyfajta kihívás a művész számára, és egy bonyolult folyamat. Attila viszont épp ezt demonstrálja, és őszintén csinálja. A képeiből az sugárzik, hogy egy lélegzetvétel nyomán készültek, és olyannak mutatják be Attilát, amilyen valójában. A tárlat egy a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósult projekt része. Az absztrakt művészet eszközeivel tudtam átadni érzéseimet, nyilatkozta Kopriva Attila. A mai kiállítás, az árnyék a fényben, ez gyakorlatilag egy reflexió a mai, hát a mai háborús helyzetre Ukrajnában. Hát ez gyakorlatilag egy olyan átélés ezeknek a borzalmányoknak, a borzalmányos helyzetnek, ami most jött létre, amit másképpen, mint absztrakt eszközökkel nem tudtam megoldani, mert olyan, mintha csupasz ideggel reagáltam volna ezekre a dolgokra, és akkor szerintem mindnyájunkat nagyon
nagyon megvisel ez a mai állapot. Maga a terv, ez a Magyar Művészeti Akadémia segítségével jött létre. Ugye ösztöndíjas voltam a múlt évben, és akkor a támogatások segítségével sikerült nekem több alkotást készíteni. Az egyik része ki volt állítva Kijevbe, a Nemzeti Galériában, a második része Budapesten, és most a harmadik része itt az ungvári konzulátuson, főkonzulátuson. A korábban a kárpátaljai békés életet bemutató művész alkotásai most a mindennapok feszültségéről tesznek tanúbizonyságot, fogalmazott Bacskai József ungvári főkonzul. Kopriva Attilát úgy ismertem meg 10 évvel, 12 évvel ezelőtt, hogy a kárpátaljai emberek, a kárpátaljai világ festője ennek a nagyon dolgos, nagyon szép környezetnek az alkotója. Ma viszont azzal találkoztunk, hogy a háború rányomja a bélyegét a mindennapokra, a művészekre, az egyszerű emberekre is. Mindenki vibrál, mindenki feszültséggel telített, ha még nem is mondja. Ezek a képek erről tesznek tanúbizonyságot. Ha megnézzük ezeket a képeket, látjuk bennük, hogy hogyan vibrálnak a fények, a színek, hogyan vibrálnak. Valahol elhomályosultan ott látjuk a valóságot, de nem pontosan tudjuk meghatározni, hogy mit is látunk. Tehát például itt van szemben ez a festmény. Ha távolabbról nézzük, akkor látunk egy homályban tetsző fotelt, és előtte valami imbolygó, valami kimérhetetlen, valami hazug világot látunk. Nagyon érdekes alkotásokkal találkozunk most itt nálunk, ami egy egyedi kiállítás. Ilyen még nem volt a háború ideje alatt, most ezzel is találkozhatunk. Ezt éljük át mindannyian a mindennapokban. A harmadik éve tartó orosz-ukrán háború az élet minden területére hatást gyakorolt. Ez alól nem kivétel a kultúra sem. A művészek, az alkotók is harcolnak, igaz egy másik, a művészet frontján.